An historic church in northern Alberta has been destroyed by fire. Wildfires threatening communities across parts of Western Canada. Tonight, Alberta under fire. Canadian firefighters are in a tangle with large wildfires. Wildfire crisis. From the dry, hot, and windy conditions that are fueling. Look at that. Like that. Az az igazság, hogy éreztem, amikor felkeltem, valami furcsa. Kinéztem az ablakon, és ez itt füst. Nagyon meleg volt mostanában, meg az emberek sem túl felelősségteljesek. És ez a füst már befele is kezd jönni. Nagyon furcsa. Nagyon durva. Ott a belvárosnak kellene lennie. Mintha egy csúnya köd lenne, ami fűszagú. Fú, nagyon durva. Egyre durvább és durvább az egész. Olyan füst van a lakásban. Hú, sárgaság van. Már lassan nem merek kimenni. Pedig lassan el kell indulnom. Hát felkerült a maszk, remélem azért hallatok. Nagyon durva, olyan szél van, egyébként már hetek óta elég nagy szél van, és tegnap is tök jó idő volt, ilyen 24 fok körül, és amikor megállt a szél, akkor ilyen nagyon meleg volt. Aztán reggel, amikor felkeltem, hát ez fogadott, hát nagyon meglepődtem, hogy ennyire lehozta a szél a füstöt. Utána néztem, most több mint 80 aktív ilyen erdőtűz van Albertában, ami rengeteg, és több mint 20-at számoltam, ami nem tudják meg kontroll alatt tartani, szóval eléggé para. Valamit otthon hagytam, visszaszaladtam érte, benyitottam a lakásba, és így olyan füst állt. Félig érzékeltem, mert éreztem, hogy van egy kis füstszag, de amikor beértem a lakásba, esett le, hogy mennyire durván. Vagy tudatosult, hogy fú, ez itt tényleg áll. És nem is tudok ellene semmit tenni, mert a légkeverőt bekapcsoltam egy kicsit, de csak felkavarta az egész füstöt. Sokkal rosszabb lett. Hát mondjuk úgy, hogy nincsen friss levegő. Elég durva. Biztos, hogy kedvéért inkább felvettem a maszkot, hogy picit valami szűrje a füstöt a számnál. Olyan, mintha egy ilyen hatalmas köd lenne a városban. És neki indulni, sétálni nem biztos, hogy a legjobb ötlet. Most, hogy kapkodom a levegőt, de azért tényleg nincsen olyan úgy de jó friss levegő. De azért tavasz itt van, csórifák. Ezután a nap után nagyon sok ideig füstszagolók leszünk, így mindenki, aki itt a környéken lakik. Gondoltam, én tegnap terveztem már, hogy elmegyek sétálni a belvárosba, parkokba, de hát ez pont nem az az idő, majd talán remélhetőleg azért rendeződik a helyzet. 80 aktív tűz, az nem kevés, még úgyse, hogy Alberta azért eléggé nagy, de majd mutatok egy térképet, hogy és hogy áll a füst helyzet. Csóri erdők. Nagyon kemény itt mögöttem. Nem szép látvány, ezt nem is mondtam, hogy ebben az évben, május van, már 471 tűz volt Albertában. Az nagyon kemény. Szomorú az embereket megint ilyen maszkban látni.
felszálltam a villamosra, és arcon csapott a füst. Hogy mi látszik? Kilátó az látszik. De a nagyobb bacska, meg távol a lévő felhőkarcolók már nem látszódnak. Fú, azt a nagyon... Nagyon kevés a levegő. Nem megyek nagy sétát, csak itt megmutatom, hogy ez hogy néz ki. Fullasztó. Olyan, mint a filter lenne a kamerán, pedig tényleg ilyen, és sárgaság van. Na jó, van ennyit a sokból. A dolgomra. Az ott a nap. Na, én már lassan hazaérek. Egy kicsit jobb lett a helyzet. De azért még nem 100%, az biztos. Egész nap ilyen füstös szag volt, mint amikor sütögetés után még mindig érzed a füstszagot a ruháidon, és így nem mosta ki a gép. Ilyen nagyon furcsa érzés, így bárhova mész, mindenhol ezt érzed. Beszélgettem egy Albertaival, mondta, hogy nem szokott ilyen korán lenni erdőtűz szezon. Meg amit érdekes, amit mondott, hogy általában emberi eredetűek ezek a tüzek, és onnan ered a csomó, hogy sok mezőgazdaságban ilyen kvadot használnak a mezőgazdások, és az ilyen szikrát, vagy ilyesmit bocsájt ki, amikor elindítják, én nem értek hozzá, ne kössetek belém, és hogy ettől tűz keletkezik. A másik meg olyanok, hogy csikkek eldobása, meg ilyesmi, szóval nagyban az ember is hozzájárul ezekhez a károkhoz, sajnos. Nagyon szomorú, hogy azért ez ilyen rekord, ami most folyik körülöttünk, és nagyon szomorú, sajnos. Szurkoljatok, hogy jöjjön az eső, és megoldódjon ez a probléma. Most ilyen száraz év egyébként is, meg nagyon szeles. Mondjuk tavaly is nagyon szeles volt a tavasz, de most tényleg így a tél után így minden kiszáradt csutakra, a fű, minden, a fák, főleg az erdőben a fenyők. Nagyon rásegít a tűzre. Na, bemegyek, mielőtt valami bajom lesz. Van a kocsi kulcs. Kivetted? Hoztad a lóvét? Nem. Na. Szóval, ez egy autógombó. Ja, most már gyere, ez a szar. Thank you.
Na, itt vagyunk a nyugalomba. Most már elmondod, hogy hol vagyunk? Ez egy autóvontó, de hogy miért jöttünk, azt elfelejtettem. Amikor csing az ilyen alapfelszereltségű, és nincsen benne ez a középkonzol. Ez Észak-Amerikában az egyik legelterjedtebb ilyen egyterű kis busz. Ezért elég sokat hoznak belőlük, ugye? És akkor itt, ha találunk olyan jó kis konzolt, akkor ezt kiszedjük, mert abban van még pohártartó, meg ilyen tároló, meg olyan tároló, és nem csak ez a sima alap van. Aki szerint most már nem van. Kinder tojásban volt. Milán telibe belekezdett a témába. Ez itt egy autós turi. Autós turi. Ahova elhozzák a roncsautókat, vagy sérült autókat, vagy leadott autókat. Mert itt meg is veszik, hogyha már nagyon meghalt az útszélen az autód, és azt mondják, hogy nem tudom, ér 3000 dollárt az autód, de mondjuk 8-at rá kéne költeni, mert meghalt az automataváltó, vagy valami, akkor azt mondják, jó, figyelj, akkor ennyit adtok érte, 500 dollárt, jó? Akkor elhozzák ide, és leadják. Ja, leadják, elhozzák, akkor ingyenire. És akkor jönnek az emberek, azt szétvállalatják maguknak, ami kell, olyan, mint ilyen, mi. Mint ilyen temető itt az ilyen régi. És azért kell, mert nem tudja senki kb., hogy új autónk van. Grand Caravant vettünk. Hát új autó, nekünk új autó. De egy ilyen 40 éves autó amúgy, jó, nem nyilván. Nem, vettünk egy autót, és ahhoz kell, hát így ki tudjuk pimpelni. Pimpelni? Ki tudjuk tuningolni így. Mi megmutatjuk, hogy hogy néz ki egy autós túlkáló. És akkor elég sokan vannak most, múltkor nem voltak ennyien. A férfiak itt válogattak, meg szerelők, meg mindenki magának, ami kell, azt kikutatja. És akkor kiszeded magadnak, mondjuk az a rossz, hogy ilyenkor, ugye csak gyere be, fizess ki egy dollár per fő, az, hogy ne csak gyere be ennyien, aztán nézelődjél, hanem legalább egy dollár, ebből is van egy kis bevételük. De hogy sokan ide jönnek, és kell nekik, nem tudom, a kormányról egy gomb, és úgy szét barmolják az egész kormányt mondjuk, hogy akkor a légzsákot többet senki nem fogja tudni használni. A kormánynak az a fedő vagy burkolata azt is legyilkolják meg, hogy az egészet, szóval azért meg a kábeleket, elektrós kábeleket, valami kell nekik, úgy szétvágják az összeset, hogy utána nagyon sok minden használhatatlan, hát ez a hátulütő ilyen. Beszámozva a sorok, az autók sorban. Az öreg G8-asok is itt alszanak már. Ez egy nagy autótemető, ahogy nézzük. Hogy még mielőtt eltemetik, még kibelezik őket? Szertkereskedés még ő is? Melyik sort keressük? Már alapból felemelik, hogy most ne kelljen itt felemelni. Az igen. Ezt szétkapták. Élt ez már jobb napokat is szerintem. Vagy körülbelül ez lehet? Ez így nézett ki, amikor behozták. Ez az, amiről Max felismered az autót. Ez már picit, egy pötit jobb állapotban van. Kinek mi kell, azt kap, azt megkap a rintja. Én nálam kb. A lendület az 5 percig tart, és akkor utána feladom, elmegyek sétálgatni. Ez számomra nem egy érdekes tevékenység, de van itt egy kocsi, ami meg ilyen ősrégi. Azt megmutatom. Tír, mekkora! Milyen hosszú az eleje, azt a mindenit. Lefekszem kb. Végigérek. És én 176 centi vagyok. Ebben van anyag. Jó napot kívánok!
Ez is azért aránylag nem olyan régi autó, nézd meg, és valami meghalt benne. Nézd meg azt a pirosat, az a maga idejében az nem is tudom mi lehetett, valami Challenger vagy Charger, valami 1000 éves. Kihagyták valami erdőbe, mert annyi toboz van mögött a csomagban. Úgy is láttam egy olyat, amiben tele volt tobozza. Valami él itt, és ez nem emberi. Az igen. Mit bontsak? Bontanál? Bontanék. Bármit bonthatsz itt. Mesélj valami érdekességet, hogy legyen is valami ebben a vlogban. Te miért szereted, mint férfi, ezt a helyet? Én is szeretem, mert már másodszor vagyok itt, és a feleségem el tudok ide jönni, úgyhogy ez egy randi. Az én szememben ez egy randi, mert együtt vagyunk, minőségi időt töltünk el. Ezt a hülyeséget. Jutakodok, addig ő itt nézelődik. Mert szarrá unja magát. Egy feladatom van, vigyázni a kis táskájára. Megtiszteltetésnek érzem, hogy... Megtiszteltetés meg. Hogy ezt a feladatot megkaptam. Büszke vagyok magamra. Léptem egy szintet. Itt konkrétan valaki leszápázta az ajtót. Az élet visszaüt a kocsi turkálóba. Mert amikor én a sima ruhaturkálóba vagyok, akkor is azt mondjuk, na menjünk, és akkor még ott töltünk fél órát. Most érzem ezt, hogy milyen érzés ez neked ilyenkor. Köszönöm szépen, hogy jöttél velem, és legközelebb is társam leszel ebből. Azt kimondta. Mi ez a kis fostalicska ott? Mit akarsz kutakodni? Nem kutakodtál még eleget? Mindenhol kerestem. Na, csak azért én szájízemnek is találok valamit. Öcsém. Volt valamikor? Jaj, ez múltkor is itt volt. Ennyire ockó, figyeld, ez a kis rejtett szar itt. Az ajtóba, az ajtó. Jaj. Itt ez a kis rejtett piás szekrény. Öcsém, ez fullos lehetett akkoriban. Egy jó cipő valakinek. Kanadai cipő, haza küldjük postán. Lehet szavazni. Nézd, az milyen jól néz ki! Az a kék, a csíkos. Vagyis nézett. Na, egyéb hozzáfűzni való. Azon kívül, hogy örülsz, hogy itt vagyok, és elhoztalak téged ide. Milyen érzés férfiként turkálni? Elmondhatom nőként, hogy turkálózni hát nagyon jó. Elég sikertelen élmény igazából, hogy így bevalljam az őszintét. Szóval mivel ilyen rohadt népszerű ez az autó, ami nekünk is van, ezért, hogyha bekerül egy ilyen, körülbelül szerintem 600 órát szápáznak azonnal. És ez így nélkül nem esik jól az ember lelkének, hogy én leszek az első. Aha. A másik 3000 után, aki pont ugyanazt gondolta szerintem két napja, amióta felrakták. Ugye mindig kerülünk, addigra semmi nem marad benne. És itt vannak itt a műveltemető itt mászol. Ez már a végső állomás. Itt meg kifizetheted a cuccokat, plusz kereket, meg egyéb cuccokat is kikészítenek neked, ezt megveheted. Most kösz, hogy itt voltatok. Elmennék a másikba is igazából szívem szerint, mert van egy másik, ami szerintem picit nagyobb. Marinát azzal próbálom odahúzni, csalni. Hogy elméletleg ott láttak már többször buszt, mert van mellett egy ilyen bazony egy föld. Tök érdekes, mert a városban van úgymond. Itt az emuláson belül lenne mondjuk. Elkerülünk belül. Ez egy jó hosszú elköszönés. Igen, szóval tartsatok velünk a legközelebbi turinál is, ha lesz még. Sziasztok! Csak.